vadgázolás, én hál' Isten még egy nyuszit se gázoltam el soha életemben, de akik szerencsétlenebbek voltak nálam, azt mondják, hogy egy ilyen helyzetben szinte elkerülhetetlen a baj. Eddig, pontosabban a közelmúltig, a legutóbbi törvénymódosításig volt némi esély arra, hogy a kárt megtérítessük a helyi vadásztársasággal. Ennek az esélye gyakorlatilag a nullára csökkent. Az autósok pehére vagy a vadászok szerencséjére sok politikus, amolyan hobbi vadász, így erős a képviseletük a parlamentben. Kellemes, fákkal övezett külterületi út. Talán épp egy családi kirándulásra indultak a hétvégén az autóban ülők, amikor hirtelen, váratlan dolog történt. Mivel szó szerint átugrotta a szarvas az autót, ők megúszták a balesetet. Azonban nem mindenki olyan szerencsés, mint ennek a videónak a készítői. Pókhálósra tört a szélvédője ennek a másik autósnak, aki sümeg és tapolca között telibe kapott egy őszt. Ezen a videón pedig az a pillanat látható, amint egyszerre két szarvast gázolt el a kis piros Peugeot. Majd az ütközés erejétől mindkét állat szó szerint megpördült az égben. Állatszerető emberként nagyon nehéz volt végignéznem a fedélzeti kamerás felvételeket, amik vadgázolásos balesetet rögzítettek. Miközben az állatokat is sajnáltam, autósként együtt éreztem a sofőrökkel is. Többségüknek egyébként az ütközés után az első dolguk egy hatalmas káromkodás volt. Azt a k***eget! Amikor én ültem autóba egy vezetéstechnikai tréner mellé, akkor megmondom őszintén, nekem sem volt más reakcióm. És meg tudtál állni? Wow. Pedig én nem is éles helyzetben találkoztam egy szarvassal, hanem csak egy tampáján. Ennél többet viszont én sem tudtam arról, hogy mit érdemes tenni akkor, ha megtörtént a baj. Rengeteg ugyanis a tévhit a vadgázolással kapcsolatban. Hívjunk rendőrt, vagy ne hívjunk? Ki fizeti a vadkárt? Betehetjük-e a vadat a csomagtartóba? Ezek a kérdések, amik általában felmerülnek, és ezekre próbálok a következő riportban választ találni. Az őzek nem ismerik a jobb kész szabályt, sem a elsőbségadás kötelezettséget, ők szaladnak. Vörös Tamás már több mint 25 éve hivatásos sofőr Pécsen. Ha valaki, akkor ő nagyon is tudja, hogy milyen az, amikor hirtelen az éjszaka közepén egy világító szempárral találja szembe magát az ember. Éjszakai utasaim voltak villányba, ha jól emlékszem, oda-vissza, és amikor jöttünk visszafelé, akkor egy ilyen 3-400 kilós hőz kiugrott, az autó jobb elejét összetörte. Elvitte az autóját a szervízbe, majd alig, hogy az autó kész lett, nem fogják elhinni, mi történt. Ismételten összetörtem az automat ugyanazon nagyjából 100 méter különbséggel azon a helyszínen. Tamás nem tartozik a szerencsések közé, gondolhatnánk, de a történetnek itt még nincs vége. Egy hónappal később megint megtörtént a baj. Tamás egy harmadik alkalommal is vadat gázolt, ezúttal egy őzikét. Az autó pedig minden eddiginél jobban összetört. Pontosan az autó közepét találva el, ami egy ilyen gazdasági totálkárra fajult. Természetesen a vad társaság nem volt hajlandó semmilyen kárrendezésre. Másfél millió forintos lett a kára, de a vadásztársaság azzal védekezett, hogy az úton, ahol Tamás elütötte az állatot, kint volt a vadveszélyt jelző tábla. Mindez két évvel ezelőtt történt. Akkor még ezeknek a tábláknak a kihelyezése mentesítette a vadásztársaságot az alól, hogy kártérítést fizessen az autósoknak. Ez azonban tavaly július 1-től megváltozott. A módosítás után sajnos az a helyzet, hogy vadelütésből származó kártérítésnél a vadásztársasággal szemben az autósok esélyei lényegében konvergál a nullával. Így foglalja össze az új jogi helyzetet és az autósok esélyeit a kártérítésre Herpi Miklós, aki közlekedési szakjogászként jó pár vadgázolásos esetet látott már. Ők csak akkor tartoznak az ilyen közúti vad balesetért felelősségét, ha bizonyítható, hogy például a vadászattal kapcsolatban ráhajtották a vadat az útra, és ebből lett a baleset. Vagy túl közel alakította ki etetőt az úthoz.
tavaly óta mindegy, hogy van tábla vagy nincs tábla, a vadásztársaság csak akkor téríti meg a kárunkat, ha bizonyítható, hogy azért ugrott ki a vad az autónk elé, mert vadászat miatt ráhajtották az útra. Ha vad megjelent bent városon belül, vagy a vad neki rontott az autónak, vagy motornak tegyük fel, ezek rendellenességnek minősültek, amik maguk után vonták a vadásztársaság felelősségét. Ugye a törvénymódosítás után már emiatt nem kell izgulni a vadásztársaságoknak. Miért van az, hogy többségében az autósoknak kell állni a saját kárukat? A vad kint van a természetben, nem karámban tartjuk, nem púrázon vezetjük. A Péterhalmi erdő közelében beszéltem meg találkozót Földvári Attilával. Attila 2011 óta vadászik, és emellett az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője is. Szerinte a vadászok azért nem felelősek a vadbalesetek többségéért, mert csak minimálisan tudják befolyásolni a vadállatok mozgását. Például azzal, hogy nem az út mentén etetik őket, de máskülönben tehetetlenek, különösen párzási időszakban. Mindent fölülír az az inger, az az ösztön, ami mozgatni fogja majd ezeket az állatokat a területen. Ugye a babok vagy egymást kergetik most, vagy majd akkor a sutát fogják kergetni, vagy egymást kergetik, mert rivalizálnak. Ilyenkor nincs az az erő a világon, amelyik a vőzeket ebben meg tudná akadályozni. Egy baleset esetén a vadásztársaságoknak is komoly káruk keletkezik. Most kapaszkodjanak meg. Egy jól megtermett szarvasbika vadgazdálkodási értéke több mint 3 millió forint. Ez pedig komolyan megterheli a vadásztársaságok kasszáját, mondja Attila. Hogyha nagyon akarnánk és elkezdenénk pereskedni, lehet, hogy a legtöbb ilyen vadelütésnél pont az autós húzná a rövidebbet, másnapra tartozik, hogy nem tesszük, mert ha valaki, akkor mi pontosan tudjuk, mennyire kiszámíthatatlan a vadnak a mozgása. Vagyis ezek az ügyek általában úgy végződnek, hogy ki viseli a saját kárát. Rendőrt egyébként nem kötelező hívni, csak akkor, ha személyi sérülés történt. Erősen ajánlott viszont műszaki kárnál is, ha úgy érezzük, hogy nekünk van igazunk, és a vadat az útra hajtották. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, aki maga is nagy vadász hírében áll, tavaly a Fehova kiállításon üdvözölte az általuk meghozott törvénymódosítást. Nyilvánvalóan nem lehet távilatilag értesíteni a vadat, hogy hova menjen, vagy hova ne menjen. Tehát nem felróható a vadászatra jogosultnak, hogyha vad természetes viselkedéséből kifolyólag keveredik az útra, táplálkozás vagy szaporodási viselkedésének megfelelően. Ez a törvénymódosítás a vadászati lobby eredménye? Nem, szerintem ez egy teljesen logikus gondolkodás eredménye. Míg a vadászok csak minimálisan tudják befolyásolni az állatok mozgását, az autósok nagyon is felelősek azért, hogy mennyivel hajtanak, mondja a vadászati kamara szóvivője. A legtöbb vadelütéses baleset kellő odafigyeléssel, a szabályok, a közlekedési szabályok betartásával bizony elkerülhető lett volna, tehát hogyha nem hagy gyorsan az autós, ami Magyarországon nemzeti sport. Mit gondolnak, mennyivel kell menni, ha ilyen vadveszélyt jelző táblát látnak az autóút mentén? Ha most kapásból nem tudják a kérdésre a választ, nem önökkel van a baj. Az ugyanis a szabály, hogy nincs szabály. Még a vadveszélyt jelző tábla sincs jogi értelemben tartalommal megtöltve. Nem határozza meg a jogszabály, ugyanis, hogy ott pontosan mi az elvárás az autóssal szemben. Mennyivel menjek lassabban? Azért mégiscsak jó lenne tudni, hogy mennyivel érdemes menni. Ezért Csörgő László vezetéstechnikai trénerhez fordultam tanácsért. Szerinte, ha a megengedett sebességnél körülbelül 20%-kal lassabban haladunk, az már elegendő lehet. Lakott területen kívül például 90 helyett 70-nel. Azt mondod, hogy 90-ről 70-re? Igen. Tehát és az már elég? 70-re, az már elég, én azt gondolom. Tehát az elég, ugye ez a 90-ről 70-re, az már elég. Ha nagyon nagy a vész, akkor az sem elég. Arra kértem Lacit, hogy nézzük meg, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Autóba ültünk, hogy szimuláljuk, milyen az, amikor hirtelen egy ősszel találja szemben magát egy autós. A vadat a tampáján a hirtelen előbukkanó szökőkút jelölte. Azelőtt kellett vészfékeznem. Először a lakott területen kívül megengedett maximális sebességgel, vagyis 90 km/h indultam neki a tampájának. Szépen utazunk az országúton, beszélgettünk az estéről, és egyszer csak... Elütöttünk.
ezt nagyon elütöttük. Tehát ezt és a vízfékezés megvolt, és sajnos elütöttük. Pedig érezted, hogy belassítottam előtt. Éreztem, hogy már megint az a vészreakció működött benned, ugye, az a defenzív vezető. És akkor jött a második kör, amikor úgy, ahogyan Laci korábban tanácsolta, 90 helyett 70-nel mentem. Tempó, még csak 50-nel mész, gyerünk, 50, most 60, és most a 70. Láttad? Elütöttük a szarvast. Fú, ez nagyon félelmetes volt. 10 km per óra. Konkrétan remegek belül. Ez nagyon túl. Egyedül akkor tudtam lefékezni a képzeletbeli szarvas előtt, amikor 50-nel haladtam. Gyerünk, tempó, itt, tempó. Nyomjuk neki. És meg tud találni. Wow. Autópályán biztosan nem 50-nel hajt az ember, de egy jó hírt azért hagy mondjak. Ha itt történik vadgázolás, az a tavalyi törvénymódosítás értelmében mindenképpen a közút fenntartójának a felelőssége. Neki kell ugyanis arról gondoskodnia, hogy ne juthasson fel a pályára a vad. És most vissza az autóútra és a tampályára. Ki kell, hogy kerüljük, Gabi, jó? Tehát kerüljük el a vadat. Gyakorló sofőrök és olyanok, akik rutinosak és nagyon ismerik az autójukat, a vészfékezés helyett megpróbálhatják balról kikerülni a vadat. De ez azért nagyon veszélyes, mert komoly baj történhet, ha a szemközti sávban autó érkezik. Egyelőre tartsuk ezt a tempót. Ne vedd le a gázról. Jó, ez így megvolt, kikerültük. Most kikerültük, de lehet, hogy átmentünk a szemközti sávban. Így van. Amit semmiképpen sem ajánl Laci, az, hogy jobbra ráncsuk a kormányt. Ekkor ugyanis letérünk az aszfaltról, ahol megszűnik az autó gumijainak a tapadása, és nagy esély van rá, hogy irányíthatatlanná válik. Hadd menjen ez az autó, hadd menjen, úgy. Megy az autó, megy. Kerülünk. Biztonságban érezted magad? Hát, mivel itt ülsz, ez az egyetlen lehetőségem. Azt, hogy mekkora veszéllyel jár egy ilyen baleset, jól mutatja az a tragédia, ami nemrég történt. A sötétkék BMW-ben ülők épp Kesztölc felé haladtak, amikor balról kiugrott eléjük egy több mint 200 kg-os szarvas. Az ütközéstől az állat a levegőbe repült, majd az autó jobb oldalára zuhant, szabályosan agyonnyomta az anyósülésen utazó 39 éves nőt, aki azonnal szörnyet halt. Tamás nagyon hálás az égieknek, hogy épp bőrrel megúszta mind a három vadgázolásos balesetet. Amikor kihívta a rendőröket, akkor ők két dolgot tanácsoltak neki. Mindenképpen kössünk kaszkót, vezessünk óvatosan, tartsuk be a sebességet. Egy dolgot viszont biztosan nem tanácsolnak a rendőrök, hogy a csomagtartóba pakoljuk az elütött vadat, az ugyanis lopásnak minősül. Amikor azt szimuláltuk, hogy mi történne, ha hirtelen elém ugrana egy vad, akkor jól látták önök is, hogy egyedül 50 km per órás sebességnél tudtam volna megállni, minden más esetben elütöttem volna a vadat. Éppen ezért az elővigyázatosságra hívom fel a figyelmüket, tényleg fokozott óvatossággal vezessünk. A Heti Naplóban György Gabi riportját látták.